pár gondolatot szeretnék elmondani arról, hogy kiknek és miért ajánlom iskolánkat. A kereskedelem napi életünk része, a vendéglátás pedig a pihenést, kikapcsolódást szolgálja. Mindezekből következik, hogy nagy a kereslet a munkaerőpiacon az eladók, cukrászok, pincérek és szakácsok iránt. De a kereskedők, a kereskedelmi képviselők és a vendéglátás szervezők is jó eséllyel helyezkednek el gazdasági cégeknél, gazdálkodó szervezeteknél. Iskolánk 159 éve foglalkozik kereskedelmi és 114 éve vendéglátóipari szakemberek képzésével. Verseny eredményeink is azt bizonyítják, hogy színvonalas munkát végzünk, hiszen nálunk végzett az ország legjobb eladója. A szakképzés átalakítása tovább bővítette tanulóink lehetőségeit. A szakgimnáziumban, kereskedelmi ágazatban diákjaink 4 év alatt érettségi végzettséget és eladói szakképesítést, majd további 1 év alatt kereskedő vagy kereskedelmi képviselő szakképesítést szerezhetnek. A szakgimnázium vendéglátás ágazatán tanulók pedig az érettségi mellett pincér, majd vendéglátás szervező szakképesítéssel rendelkezhetnek. Tehát 5 év eredménye érettségi végzettség és 2 szakképesítés. A szakközépiskolában a tanulók a 3+2 évfolyamon 3 év alatt szakképesítést szerezhetnek, 2 év érettségi felkészítés után érettségi vizsgát tehetnek. Szakközépiskolában a kereskedelem ágazatban kiadó szakképesítés, míg a vendéglátás ágazatban cukrász, pincér és szakács szakképesítés szerezhetünk meg 3 év alatt. Így a szakközépiskolában végzettek is lehetőséget kapnak arra, hogy tanulmányaikat szakirányú felsőoktatásban folytathassák. A magas színvonalú képzéssel párhuzamosan kiváló feltételek mellett történik a gyakorlati képzés is. 9. évfolyamon a jól felszerelt iskolai tanműhelyekben, a további évfolyamokon tanulószerződéssel vállalkozásoknál tanulhatják meg diákjaink a szakmák alapjait és fortéjait. Vendéglátós tanulóink külföldi szakmai gyakorlaton bővíthetik idegen nyelvi és szakmai ismereteiket. Az Erasmus Plus program keretében német és olasz éttermekben, szállodákban szerezhetnek szakmai tapasztalatot, amely a munkába állásnál is előny jelent számukra. A tanulás mellett fontosak a pezsgő diákélet rendezvényei, a versenyek is. Az iskola életéről, arról, hogy ki miért szeret hozzánk járni, diákjaink hitelesebben tudnak nyilatkozni, ezért át is adom nekik a szót. Egyik kedves barátnőm javaslatára jelentkeztem a Keribe, így nagyon hamar beéleszkedtem. Rengeteg rendezvényünk van, amelyre a diáksággal együtt készülünk. Ilyen például a Döknap, az első sabatú, a karácsonyi ünnepség, a Falsang és a Szeretevitorlában rendezvény is. Az elméleti képzés mellett szakmai gyakorlatot is szerzünk. Én vendéglátó tagozatom vagyok, ezért a szakmai gyakorlatot a vendéglátó kabinetben szerzem meg. A kötelező nyári gyakorlat során a szakma legjobbjai, mesterei foglalkoznak velünk. Itt tanuljuk meg a szakma rejtelmeit, amelyet később hasznosítani is tudunk majd. Erre garancia a szaktanárok odafigyelése, a lehetőségek, amiket kapunk, a dicséretek, és persze az a közösség is, amelyhez tartozunk. Nemrég szereztem meg a pincér szakmát, utána úgy döntöttem, hogy érettségit szeretnék szerezni, amire a keri lehetőséget adott. Örültem neki, hogy a társaimmal együtt elindultunk, és élvezhetjük mindazt, amit eddig is megszerettük. A keri kupát, a szüneteket, a kellemes beszélgetéseket a társainkkal, a tanárainkkal, akik bíztatnak és bíznak bennem. Iskolában gyakran meglátogattam, amiben tudtam, hogy segítettem nekünk. Tetszettek a sokféle árok és a vevők elégedettsége. Ezért döntöttem úgy, hogy ebben az iskolában folytatom tovább tanulmányaimat. Megjelentek szívesen indulok ide, mert tudom, hogy társaim és tanáraim szeretettel és odafigyeléssel fordulnak velünk. Szeretem az iskolámat. Ha beléptem a 11. osztályba, az Erasmus Plus pályázat jó voltából egy hónapos németországi szakmai gyakorlaton vehettem részt, ahol nem csak a nyelvtudásom fejlődött, hanem az ország gasztronómiáját és kultúráját is megismerhettem. A külföldi kapcsolatainkon túl van testvériskolák is Magyarországon. Ez az intézmény a Pesti Barnabás és a Veszeripari Középiskola.
mely meghívott minket a pozsonyi kifúrására. Örömmel elmentünk, nagyon jól éreztük magunkat.